Bizony a pandát alaposan körbezárták, körbe kerítették vaskordonokkal, és nagy számú biztonsági emberek vonultak föl a panda körül. Ez a Panda Hotel a Golan csücskében, nagyon közel a libanoni és a szíriai határhoz, igazán gyönyörű környezetben, a Hermonhegy lábánál, a Golán fensik csúcsánál helyezkedik el ez a gyönyörű üdülő telep, ez a kis üdülő város, amit még egyszer mondom, úgy hívnak, hogy növé a tív, és ennek a növé Neve a tív nevezetű kis üdülő városnak az egyik, az egyik hotele, a Panda Hotel, lett az, amely vendégül látta a napokban a szabadságát töltő kormányfői párost, Binya és a feleségét Szárát. És ebben a kis Panda hotelben foglalták le az elnöki lakosztályt, és a hotel vezetője mondta, hogy nagy megtiszteltetés számukra, hogy a kormányfői házas pár pont itt a Golán fensíkon, a, az ő szállodájába foglalta le azt a két éjszakát, tölti azt a három napot, ami a szabadságának a része, de ezt megtudták, nem tudni, hogy honnan. A már több mint hét hónapja Izrael szerte és főleg Tel Avivban tüntető, a hét hónapja országos tüntetéseket szervező csoportnak, a tagjai, a szervező bizottságnak a tagjai megtudták, hogy Natanyahu hova megy a feleségével pihenni, és erre fogták magukat egy ilyen 50 fős kis, de nagyon hangos, kicsi, de nagyon hangos csapatot zászlókkal, transzparensekkel felszerelkezve, megafonokkal fel, és kereplőkkel felszerelkezve oda küldték ehhez a szállodához. A szállodánál őrködő személyi biztonságot adó testőrség pár száz méterre a szállodától megállította ugyan őket, de a hangjuk egészen biztos eljutott a kormányfőig, a kormányfőnek a szállás helyéig, mert akkor a hangzavart csaptak és úgy örjöngtek, Ordították, amit eddig is hét hónapon keresztül ordítanak, hogy demokrácia, demokrácia, és itt van a vádlott, itt nyaral a vádlott, aki nem a mi miniszterelnökünk, és mi demokráciát akarunk, és a Bibit nem akarjuk, a Bibinatanyáhu nem a mi miniszterelnökünk és hogy még nagyobb ütést mérjenek erre a növé a tívban található Panda Hotel vezetésére is, amiért helyet adtak a kormányfőnek és feleségének két éjszakára az ottani pihenésre, rászabadították a teljes tüntetés szervező gárdát, a szállodát értékelő Google lehetőségekre, ahol azonnal több ezren, több tízezren kezdték leértékelni a szállodát úgy, hogy ott soha életükben meg nem fordultak, és a szálloda minősítése egy nap alatt hatalmasat zuhant, pedig tényleg egy nagyon kedves és nagyon tiszta és szép szállodáról van szó, és hát a szálloda igazgatója mondta, hogy őket nem fogja ez most itt nagyon megrázni, ez az, amit csinálnak ezek a, ezek a tüntetők, és ők nagyon büszkék és boldogok azért, hogy a kormányfő éppen az ő szállodájukat választotta, és más, máskor is nagyon nagy örömmel válnak rendelkezésére. Úgy a kormányfő rendelkezésére, mint az ellenzéki politikusok, de bármely más izraeli normál polgár, szimpla polgár rendelkezésére nagy szeretettel várják az ő szállodájukban a vendégeket, és tényleg csodálatos kilátás van onnan, a Golán fensíkról egészen végig, Galileáig el lehet látni és hát nagyon szép és nagyon rendezett körülmények várják ott az odalátogatókat. Az ár pedig nem tartozik a luxus árak közé, nem tartozik a borsos árak közé. Nos, ezt követően másnap Ramot mezőgazdasági faluba utazott tovább a kormányfői házaspár, és ott Ramotban már hangosabbak voltak a hangadók, a baloldal régi pillérei valószínűleg ott laknak, és a mangó ligetekben induló születre hivatkozva ellenezték azt, hogy a Natanyahu házaspár pár ott Ramot szövetkezeti mezőgazdasági faluban szálljon meg. Végül megszállt ott a házas pár, de ott aztán szintén megjelentek ezek a hangos tüntetők, és őket be is engedték azok a helyi lakosok, akik egyetértenek velük. És akkor az ember azt kérdezi, hogy mire is kiabálnak erre, és mire is követelik, hogy demokráciát, demokráciát, meg ha diktatúra van. Mert én nem tudok olyan országot, én nem láttam olyan országot, melyik az az ország, ahol a kormányfő vagy az államelnök szabadságát, Fél száz tüntető zavarja meg, és oda juthatnak pár száz méternyire attól a szálláshelytől, ahol éppen a kormányfő kikapcsolódni, pihenni vágyik. Melyik az az ország, ahol megengedik, hogy a rikácsoló, kerepelő és megafonokban ordítozó fél száznyi tüntetőt közel engedjenek ennyire a szabadságát töltő állami vezetőkhöz? Egyáltalán melyik az az ország, ahol pontosan tudják, hogy hova fog menni pihenni egy állami vezető? Milyen biztonsági szolgálat veszik közül, körül, milyen testőrség veszik körül azt az állami vezetőt, ahonnan kiszivárognak ezek a részletek? Akármilyen is az az állami vezető, akármennyire is szeretik vagy gyűlölik azt az állami vezetőt, annak az állami vezetőnek is joga van a pihenésre, akkor is, hogyha hatalmon van, és akkor is, ha már lekerül a hatalomról. Minden esetre ez, hogy itt ez Izraelben ilyen előfordulhat, csak azt mutatja, hogy óriási liberális demokrácia van, és hatalmas szabadság van. Ezek a tüntetők ugye most már lassan nyolcadik hónapja tüntetnek és, és bénítják meg, főleg Tel Avivot, meg a nagyvárosok központjait és a rendőrség újra és újra engedélyt ad, és senki nem szól bele a kormány magasabb régióiból, vagy akár a kormány fő részéről, hogy hagyják abba, fékezzék meg, tiltsák be ezeket a tüntetéseket liberális módon tiszteletben tartja a jelenlegi állami vezetés, a jelenlegi kormány, koalíció az embereknek a tüntetéshez, a szabad vélemény nyilvánításhoz való jogát. Akkor végül is miféle diktatúráról van itt szó? Tehát ez egyáltalán nem stimmel, nem stimmelnek a feliratok, amelyek ezek a tüntetők hordanak a kezükbe, és saját magukat teszik ki nevetség tárgyává, mert hát látjuk, hogy oda mehetnek, és ott tüntetnek, ahol akarnak. A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy mi a szimbóluma, és mi az üzenete annak, hogy Binyamin Atanyahu és felesége Éppen oda a Golán fenség tövébe ment eltölteni a szabadságát, a kivet pihenő napjait. Elmehetett volna bárhova máshova a világba, jachton mondjuk a tengerre, de elmehetett volna a nyugalmat és hűs levegőt, kristálytiszta levegőt adó festői alpokba is pihenni a pihenő ideje alatt, szabadsága alatt, de nem ezt tette, hanem elmentek az legészakibb izraeli pontra, a Golán fensígnak az újjába, ami ott van a Hermonhegy lábánál a legmagasabb pont, Izrael legmagasabb pontja a Hermonhegy lábánál. És teszi ezt akkor, mondhatni úgy is, hogy bátran, félelmet nem érezve, amikor pár nappal korábban a síta hiszból a terrorszervezet fővezére, Hassan Nasrallah, aki ugye Libanont tartja immáron jó néhány évtizede megszállása alatt <laughs> Libanon uralkodója lett lassan, Megfenyegette Izraelt, hogy most már ott tart a síta volna, hogy teljesen készenlétbe létbe és hadisorba állította az összes nála lévő fegyvernemet, és az összes fegyveres, és felkészült a háborúra Izrael ellen. Sokan kérdezik, hogy nem fél attól Natanyahu, hogy egy Éjszakai rakéta támadás során éppen a, az a Golán fensíki szálláshely körül próbálnak majd támadást indítani Izrael ellen, ahol ő tartózkodik. Nem túl veszélyes ez a vállalkozás, hogy pont most ott a Golán fensíkon tartózkodik. Úgy tűnik, hogy nem. Úgy tűnik, hogy Netanyahu ezzel be akarta azt bizonyítani, hogy ő nem ismer félelmet, és nem fog megijedni a síita hizbolla terrorszervezet főnökének a fenyegetéseitől. Még akkor sem, ha jól tudja, hogy a háttérben Irán áll, és miután a síita hizbolla szervezet Iránnak a része, ezért uh, Irán az, aki ezt az összeütközést, egy esetleges háború kirobbantását igazán szeretné látni ott, Izrael határánál, Izrael északi határai mentén. Irán ugyanis vesztésre áll, amiatt, mármint ami a közel illeti, és Izrael szomszédságát illeti Irán, vesztésre áll, mert éppen a héten jelentette be Binyamin Netanyahu kormánya és Szaudarábia vezetése, hogy sikerült megállapodni abban, hogy elkezdik a normalizációs tárgyalások, tehát Szaudarábia és Izrael közötti békekötésről szóló tárgyalások, folyamatát elkezdik, meg is született az írásbeli program, programtervezet, és ezt a programtervet írták alá, ami egy nagy előrelépés. Nagyon szeretné Izrael, hogyha Szaúd-Arábia, Egyiptommal és Jordániával közösen, tehát a szunnita arab világ lenne az, Akivel a békét átfogóan megköti. Mert akkor úgy gondolja Natanyáhu, és ez az Ábrahám Egyezményben is ki lett fejezve, hogyha a tehetős és nagy hatalommal rendelkező arab országok, a szunnita arab országokkal Izrael meg tud állapodni, akkor az nagyon sok hasznot ad, és nagyon nagyban segíti a palesztinokkal való békekötés. A palesztin-izraeli konfliktus végleges lezárásának a lehetőségét. És azt, hogy az 1993-ban, tehát 30 éve elkezdett békefolyamat végre lezáruljon. Ennek a záloga lenne például a Szaudarábiával megkötendő békeszerződés. Mert akkor Irán nem tudná már a továbbiakban fűteni és fegyverezni például a palesztin autonómia területén élő arabokat, nem tudná tovább Izrael ellen provokálni a gázai övezetben működő Hamas Terror szervezetet, és a dzsihádot, és az összes többi kisebb terror szervezetet, mert lehetséges, hogy Szaudarábia venné át a felelősséget, Szaudarábia venni magára azt az elkötelezettséget, hogy ezeken a palesztin területeken egyrészt rendet tart fönn, és olyan, mint a Hamas vagy az iszlám dzsihád terror szervezeteket leszereli, annak fejében, hogy befektet ezeken a területeken, hogy idehozza a Szaúd-Arábiai tőkét, és egy jólétet biztosít a gázai övezetben lévő lakosságnak, amelynek biztosan van egy jelentős hányada akik már nehezen viselik el a Hamas terrorszervezet uralmát, és hasonlóképpen a júdea Szamária területéből kivágott és létrehozott kerítéssel körbekerített palesztin autonómiában is beindítja a fejlődést a szaudarábiai tőkebefektetéssel, és ha megszűnik legalábbis már a béke folyamat beindítása pillanatában is ez volt az elképzelés, és ez volt a feltételezés, hogyha beindul a palesztin lakta területeknek a felvirágoztatása, ha beindul ott a jólét, akkor talán örökre eltűnik, elmúlik, megszűnik a terror. Ez a feltételezés, ez a jövő, ez a békében ma is hívő és a békét ma is vágyó izraeliek, izraeli zsidók álma. Tehát hiába zárták körbe a Pandát Natanyáhúval együtt a tüntetők, az izraeli baloldali tüntetők a Golán fensíkon, és hiába követelik Natanyáhúnak a távozását, Netanyahu sokkal messzibbre lát ennél az apró cseprő belső politikai veszekedéseknél, amelyeket a leszerepelt és hatalomhoz nem jutott belső ellenzék fűt fel, és szállítja oda az embereket, Buszokon, taxikon keresztül, hogy csörömpöljenek, Natanyáhu álmát zavarják, meg a Golánfensíkon. Natanyáhu egy sokkal nagyobb és komplexebb rendezésről, komplexebb jövőről álmodik.